Na, hát srácok, lányok, kicsit durva kimondani, hogy már eltelt egy teljes év azóta, hogy megcsináltam a születésnapi whisky percek videómat, és mondom sem kell, hogy amikor elkészítettem, én nem számítottam olyan visszajelzésekre, amiket kaptam ott annál a videónál. Hát majd ki fogunk erre is térni mindenképpen, de hát figyelj, akkor szerintem csináljunk egy új hagyományt ezen a csatornán, mégpedig, hogy a születésnapom van, már pedig ma van a születésnapom, akkor szerintem kocincsunk egyet virtuálisan viszkivel, és hát ma is hoztam egy remek választást egy kis születésnapi ünnepléshez, ez ismételten a Nikkától, ugye egy japán viszki gyártó, a Single Malt Yoichi, ez szerintem nagyon szakszerűen és nyelvész professzor szinten mondtam ki, de mindegy is, a lényeg az, hogy ez egy Single Malt viszki, amit én nagyon szeretek, az egyik kedvenc fajtám, és hát amint látjátok, ezt nem most fogom megbontani azon a arci helyzet, hanem ebből már párolgott. Tudjátok, hogyha nyitva vannak az üvegek, akkor abból párolog el az alkohol. Valószínűleg ez történt ezzel az üveggel is. Jó, nem mielőtt azt hiszitek, hogy alkoholista vagyok, azért ezt például édesanyámmal, a keresztapámmal együtt fogyasztottuk általában. Na de túl sok a szó és túl kevés a szesz. Jó, tényleg amúgy nem akarom túlzásba vinni ezt az egész dolgot. A lényeg az, hogy úgy gondolom, hogy ha az ember elmúlt 18 éves, akkor megengedheti magának, hogy ünnepeljen egy kicsit egy-egy itallal, hogyha szereti, hogyha nem szereti, akkor természetesen minek? Teszem fel a kérdést, minek? Na de srácok, én ünnepélyesen előre is meg szeretném köszönni azt a rengeteg felköszöntést, amit már előre látom, hogy a komment szekcióba fogok kapni, és továbbra is elképesztő, és elképzelhetetlen volt számomra, ami jelenleg velem történik itt a YouTube-on, miattatok, veletek, és nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, ezt rátok, meg rám is mezői napom van. Na de viszont még mielőtt teljesen elkanyarodnánk az előző évi ilyen viszkiperces videóról, annyit el szeretnék mondani, hogy tényleg elképesztően köszönöm azokat a hozzászólásokat, amiket ott kaptam. Amikor kiraktam azt a videót, ugye én mondtam is abban a videóban, egyrészt nem számítottam nagy megtekintésre, és nagyon sokan kattintottatok rá, de ez másodlagos, inkább az volt a legjobb dolog az egészben, amilyen hozzászólásokat írtatok, srácok. Hát amikor kijött az a videó, ugye akkor is elolvastam a hozzászólásokat, viszont most ez a videó felvétel előtt pár perccel megint egy kicsit így végig görgettem rajtuk, és tényleg elképesztő. Elképesztő belegondolni, hogy most májusban lesz 9 éve, hogy én erre a YouTube platformra most már folyamatosan, megállás nélkül gyártom a tartalmat, és voltak itt olyan hozzászólók is, akik még azelőttről is ismertek, és elképesztő, hogy itt megint találkozunk itt az interneten. Nem tudom, nekem ez nagyon durva. Előadások során is feljön az a téma, hogy nagyon durva, hogy velem együtt nőtt fel egy közönség, akik még mindig nagy részük, vagy mit tudom én, egy részük még mindig nézi a videóimat. Nem feltétlenül folyamatosan, de néha-néha rátalál, és akkor belenéz egy-egybe. Tehát tényleg én is, mikor ezt elkezdtem, egy kis hülye gyerek voltam, vagy mondjuk most sem vagyok sokkal több, most már hülye ember vagyok. A férfink nem merem mondani, mert akkor lecsesztek, hogy nincs is szakállam. De lényeg, hogy ez, ami nekünk van, ez nagyon durva. És nem is tudom leírni szavakkal. Egy-két szót tudok erre még így mondani, hogy köszönöm, és hálás vagyok. Na, de még mielőtt teljesen elmennénk itt a lelkizős vonalon, bár viszkivel könnyű, és írtátok az előző ilyen videó alatt is, hogy igen, hogy 8 percnél látszik, hogy már elkezdett beütni, elkezdtél lelkizni, hát lehet, hogy most is fogok, sorry. És még amíg itt egy nagyjából témánál vagyunk, elmondanám azoknak az OG-knak, akik mondjuk teszem azt a Walking Dead végigjátszáson ismertek meg, hogy nem sokára élőben ezen a csatornán újra végig fogjuk játszani az első évattól a Walking Dead, ugye a Telltale Games-es féle Walking Dead játékot. Én is nagyon rég láttam, hogy gyakorlatilag mi történt ott, szerintem 80%-át, jó, mondjuk legyen 75%-át el is felejtettem, szóval szerintem tök jó lesz. Na, de hát az a helyzet, hogy születésnapom van, és
25 éves lettem. 25. Ez már kicsit úgy komolyodik, nem? Talán részben ennek is köszönhető, hogy lehet, hogy feltűnik nektek, sőt elég valószínű, hogy feltűnik nektek, hogy egy teljesen más környezetben veszem fel most ezt a videót, mint szoktam, legalábbis az elmúlt több mint 2 évben. Ami bármilyen meglepő, nem annak köszönhető, hogy át lett alakítva a szoba, hanem hogy elköltöztem. Én mikor kirepültem a családi fészekből, akkor a nővéremmel, Rékával költöztünk össze, és vele éltem eddig, viszont most április 1-én, bolondok napján, barátnőmmel összeköltöztünk, és most együtt vagyunk itt egy albérletben. Szóval mindenképpen kijelenthető, hogy egy olyan 2,5 hete együtt lakunk, és ez egy új fejezet mindenképpen a párkapcsolatunkban, és izgatottan várjuk, és eddig vesszük az akadályokat. Viszont maga a költözés, atya úristen, az a 2-3 nap, az katasztrófa. Én eddig életemben egyszer költöztem, amikor én a kis szobámat, ami otthon volt, azt gyakorlatilag felköltöztettem Budapestre, és én úgy, ahogy volt, én befértem az autómba egy Volkswagen Jetta, hogyha valaki nem tudná, Jessica. És igazából nem volt olyan nagy was is das, mert szépen bepakoltam, ott megkipakoltam, összeraktam a számítógépes cuccot, igazából ez foglalta a legtöbb helyet. Szóval ugye a 2 monitor, a számítógépház, meg a lámpák, a mikrofon, a kamerák, minden. Szóval, hogyha ezeket azért a dobozokat összerakjuk, az ez eléggé nagy cucc. És ezenken kívül sikerült gyakorlatilag mindent bepakolnom nekem abba a kis szedámba. Leszámítva mondjuk ezeket a székeket, ezeket a nagy gamer székeket, ezek már nem fértek be, de egy plusz körrel befértek volna. És amikor bepakoltam mindent a kocsiba, és már tényleg semmi nem volt a szobámban, már kitakarítottam, tudod, bepakoltam mindent, és még aznap este ott aludtam az előző lakásban, és így néztem az autót, hogy gyakorlatilag abban az autóban most benne van minden, ami én vagyok, és minden, ami nekem van, úgy nagy részt, és egy kicsit fura volt. Kicsit fura volt úgy ránézni egy autóra, amiben gyakorlatilag az életed van benne, és befértem egy szedámból. Nem tudom, hogy ez szomorú-e. Szomorú. Fény, srácok, képzeljétek már el, hogyha mondjuk nektek most ti, nektek költözni kéne, vagy aki már költözött, az nyugodtan megírhatja a tapasztalatát, hogy ő... Mibe fér bele? Oké, nekem nem voltak bútoraim, tehát azért az egy eléggé nagy könnyítés mindenképpen, mert például azt az asztalt nem hoztam el, helyette vettem egy ilyen új fekete asztalt, és tetszik amúgy. Meg igazából ez is tetsző. Hello! Elindítottam a felvételt. És igazából nagyon sokáig az volt a terv, hogy Katinkát is szépen majd az én Jessica-mmal fogjuk költöztetni, Csak hát közben, mikor így már elkezdett ő pakolni nagyjából már 2 héttel a költözés előtt, én meg gondolom kinézitek belőlem, hogy a költözés előtti nap elkezdtem pakolni, és amúgy egy nap alatt bepakoltam mindent, meg kitakarítottam, szóval amikor már látta, hogy gyűlnek a dobozok meg a zsákok, így fogta a fejét, hogy hát figyelj, ez nem biztos, hogy be fog férni, szóval drága látos sógóromat és nővéremet felhívtuk, hogy segítsenek, jöttek egy bazi nagy furgonnal, és hát szinte telepakoltuk. Nem azt mondom, hogy nem fért volna el benne még egy-két dolog, de mondjuk hozzátartozik a történethez, hogy neki volt egy szekrénye, meg az ágyát is szétszereltük, úgy elvittük, de azért pakoltunk bele rendesen. És utólag mondtuk is, hogy milyen szerencse, hogy szóltunk a Bencéknek, mert hogyha ezt mind a kis Jessica-val kellett volna pakolni, hát szerintem lett volna egy ilyen 5-6 kör biztos. És lényegében ugye felpakoltunk minden cuccot, és elkezdtük szépen berendezni a lakást úgy, ahogy mi tudtuk. És igazából még el kellett elni egy ilyen 2-3 napnak, mire teljesen mindent elpakoltunk a helyére, megtaláltuk azt a placot, ahova az beillett. És igazából szerintem most érkeztünk el oda, hogy már tényleg teljesen belaktuk ezt a kis lakást, és jönni fog egy lakástúr természetesen, bár nem tudom, én ezzel mindig úgy voltam, hogy egy kicsit ez egy ilyen visszás dolog, csak azért, mert ez nem az én lakásom, tehát amint mondtam, ugye ezt béreljük. És abban nem tudom, hogy mennyire illik egy lakástúrt csinálni, de minden esetre az előzőről is csináltam egy kisebbet, szóval szerintem majd itt is körbe rohangálunk és megmutatjuk, hogy hogy néz ki. Nekünk nagyon tetszik és nagyon nyugis. Mostanában nem hiszem, hogy fogtok mentőautót hallani ugye a videókban, mert eddig az Üllői úton laktam, és az
elképesztően hangos volt, de most egy sokkal nyugisabb, sokkal barátságosabb környéken mondjuk ebből a szempontból, és majd megmutatjuk, hogy hogy néz ki ez a lakás. Szeretjük. És vannak itt témák, amiket felírtam magamnak, amiket úgy gondoltam, hogy talán érdemes lehet egy ilyen videóban éppen megemlíteni, vagy beszélni róluk egy-két sort, és ebből az első egy eléggé kényes téma, és nem feltétlenül olyan könnyű beszélni róla az embereknek, nekem sem, hozzáteszem, ez az elhízás. Mert akár tetszik, akár nem, ki kell mondani, hogy igenis én elhíztam, és főleg ahhoz a fogpiszkáló testemhez képest, ami voltam mondjuk, nem tudom, kamasz koromban. És tegyük hozzá, hogy a legtöbb kommentelő, meg a legtöbb, nem tudom, Insta DM-es nem kímélt ebben a dologban engem, és sokszor azért megkaptam, hogy hát hogy nézel már ki, és van benne igazság, és ez elég nehéz nekem beismerni, megmondom az őszintét. Talán akkor kezdett ez az egész plusz túlsúly felszedés, amikor felköltöztem Budapestre, és hát tudjátok, itt van közel tök sok gyors étterem, akkor rendeljünk onnan vacsorát, hú, megkívántam ezt, megkívántam azt, és így azért én nagyon sokáig nagyon rosszul ettem. Akkor nem is éreztem igazán jól a bőrömben magamat, és ez elég sokáig elhúzódott, és ezért jöttek ugye a plusz kilók, és nem volt egyszerű, de elkezdtem konditerembe járni, és 3 hónapot jártam, már pont láttam magamon a változást, és láttam, hogy tényleg milyen jól fejlődök, amikor gyakorlatilag jött a, nem tudom, 3. hullám, vagy nem tudom melyik, és ugye bezártok mindent. November 11, emlékszem a dátumra, előtte nap még voltam egyet kondizni, aztán azóta hát nem igazán sikerült az a helyzet. Voltam egyszer egy ilyen gyúráson, az nem konditerem volt, de gyakorlatilag annyi, talán egy-kétszer-háromszor talán. De sajnos oda rendszeresen ugye nem tudtam menni, és hát így megint úgy voltam, hogy most megint egy kicsit leengedtem ezt az egészet, viszont most már azóta az változott velem az én szempontomból, hogy egy kicsit jobban eszek. Hú, Katinka barátnőm olyan jól főz, a rakott krumpli, amit csinált. Oké, ez nem egy diétás kaja, de attól függetlenül jobb, mint mondjuk egy Big Mac, nem? Na. És biztos vagyok benne, hogy el fog következni az életemben az is, hogy én nekem mondjuk valamilyen diétát követnem kell, mert kéne, és tényleg én nem érzem annyira jól magam most így, ahogy vagyok, de nem tudom. Meglátjuk, tényleg egy kényes dolog erről beszélni, legalábbis nekem az. Minden esetre, hogyha egyszer eljön az a pillanat, amikor már látjátok a változást, akkor mindenképpen dicsérjetek meg, hozzászólásban légy szíves, ne csak a rosszat lássátok meg. Megyek majd gyurmázni, kérem szépen, aztán szícsapok mindenkit a Minecraftban. És igazából ezzel is jó példát szeretnék majd nektek mutatni, mert oké, most viszkizek, és ez nem feltétlenül jó példa, de elmúltam 18 éves, felelősségteljes felnőtt vagyok, tudom, hogy ma már nem fogok semmit sem csinálni, és ennyi. És maga ez a jó példamutatás, maga ez az ösztönzés jó dolgokra, ez egy nagyon fontos része, nem tudom, az életemnek, mert oké, én nem vagyok egy példakép, tehát én szerintem, de azok az üzenetek, amiket mondjuk kaptam a fogszabályozós videók után, hogy szia Lucky, nagyon szépen köszönöm neked ezt a videót, én emiatt eldöntöttem, hogy én is megcsináltatom a fogaimat, és én is szép fogsort szeretnék, és felrakadtam a fogszabályzót, és ebből a ilyen üzenetekből tudjátok mennyit kaptam? Nagyon sokat, és az összeset úgy olvastam el, hogy így néztem, és mosolyogtam, és örültem, és valakinek az életét megváltoztattam azzal, hogy egy kis dologról beszéltem, és hát remélhetőleg jó irányba is, hát úgy gondolom, hogy egy fogszabályzó annyira rosszul nem sülhet el egy embernél, nem? Nyilván rossz, amíg fenn van, kellemetlen, de a végkimenetel és a cél az szentesíti szerintem mindezt, és például ezek is, tehát nem lehet leírni, hogy ezek is mennyit jelentenek nekem, mert rengeteget. Valamint ugye én nagyon sokat posztoltam Instagramomra arról, hogy éppen futok, éppen kimolyok mondjuk a Margit szigeten, vagy itt, vagy ott éppen futok, vagy futottam, és olyan üzeneteket is nagyon sokat kaptam, hogy ezek a sztorik gyakorlatilag engem is arra kényszerítenek, hogy felálljak a székbe, és akkor én is próbáljak egyet futni. Nem baj, hogyha éppen nem megy annyira, vagy hogy én 2 kilométer után, vagy 1 kilométer után feladod. Az, hogy felkeltél a székből, és te megpróbáltad, már az sokkal, de sokkal több, mint hogy csak ott ültél volna. És tényleg az, hogy én egy kis srác leült,
és gyakorlatilag felvette YouTube-ra azt a szenvedélyét, ahogy szeret játszani, tudod, meg szeret beszélni. Hiába nem tud olyan nagyon szépen, szentimentálisan, választékosan beszélni, mint mondjuk egyesek, de azért meg tud szólalni itt-ott. Hogy ez a gyerek nekiállt felvenni, mondjuk, hogy éppen fifázik vagy Minecraftozik, és hogy ez gyakorlatilag kinőtt addig, hogy valakinek az életét megváltoztatom. Nem tudok erre mit mondani. Csak ismételni tudom magam ezzel a youtuber közhellyel, hogy tényleg soha nem hittem volna, és befejezem a lelkizést, mert itt a végén még itt gondok lesznek. Ez nem egy sírós videó. Ez egy ünneplős videó! És itt megragadnám az alkalmat, hogy beszéljek egy olyan témáról, amivel szerettem volna beszélni, és ez majd fog valamilyen szinten kapcsolódni, majd utólag elmondom, hogy hogyan és hogy miért, de ez nem más, mint a zaklatások, az iskolai zaklatások, a bullying. Mert akár hiszitek, akár nem, engem is bullyingoltak. Leginkább középiskolában, és ott is ilyen 9.-10. tájékán volt ez szerintem, mikor menő volt, amikor még tudjátok, hülyék a gyerekek, na akkor, érted, középiskolába kerültünk, akkor mi vagyunk a menők, tudod? És hát igazából ez maga a videózás miatt volt, amit én kaptam ott. Az a helyzet, hogy akkor, meg azzal a fejjel, akkor még nem volt annyira elfogadott az, hogy te otthon ülsz és beszélsz egy kamerába, és azt feltöltöd az internetre. És éppen ezért, amikor az osztálytársaim megtudták, hogy én YouTube videókat csinálok, akkor gyakorlatilag elkezdtek úgy cikizni, nem tudom, állandóan ilyen beceneveken hívtak, meg nem tudom, amikor kihívtak valakit a számítógéphez vagy a laptophoz, hogy nyomjon be egy prezentációt a laptopon, akkor behúzták a YouTube-ról az egyik videómat, és akkor ott nem tudom, hogy laki, és tóri cikiztek, én meg így ültem, hogy most mi jó? Hozzáteszem, nem volt olyan durva a helyzet, szóval vannak sokkal keményebb zaklatások is, de én is valamilyen szinten megérzékeltem ezt. És lényegében szerintem tök jól kezeltem a dolgot, soha nem mutattam ki, hogy ez engem most mennyire idegesít, vagy hogy mennyire érzem magam megalázva, hogy itt most kinevetik ezt a dolgot, vagy ilyesmi, soha nem volt bennem ilyesmi, csak így ültem, és néztem, mondom, jó van, akkor csinált hülye gyerek. És szépen lassan ennek az lett az eredménye, hogy abba hagyták, sőt, inkább elkezdtek érdeklődni róla. Ez mondjuk hozzátartozik ehhez, hogy ők is elkezdtek ugye komolyodni. Tehát ugye a középiskola elején, mit tudom, hány évesek vagyunk, 14, akkor mondjuk 16-17 évesen már azért egy kicsit komolyabb az ember, és inkább tényleg érdeklődve beszéltek, vagy beszélgettünk, vagy kérdeztek erről az egész YouTube-os dologról, és így ezzel gyakorlatilag abban is maradtak ugye ezek a zaklatások, de nyilván valaki ennyivel nem ússza meg, és vannak ennél sokkal rosszabb esetek, és én most nem ezt az én esetemet próbálom azokhoz hasonlítani, hanem igazából arra szeretnék rámutatni, hogyha valamilyen ilyesmi dolog van veletek, srácok, mert tudom, hogy nagyon sok mindenkivel van ilyesmi dolog, akkor az egy nagyon jó fegyver ellenük, hogy nem látják rajtad, hogy az téged idegesít, vagy hogy szomorúvá tesz. Nyilván ez nem olyan egyszerű, és hogyha durvább zaklatásról van szó, akkor szólni kell mindenképpen. Sőt, igazából sima zaklatás, vagy hát könnyebb zaklatásoknál is nyugodtan szólhatok. Teszem azt a szüleiteknek, vagy pedig a tanárotoknak, hogyha olyan kapcsolatot ápoltok. Lényeg a lényeg, hogy kitartással gyakorlatilag szinte bármit el tudtok érni az életben. Most képzeljétek el, hogy én mondjuk ott szépen 9. vagy 10. abba hagytam volna a YouTube-ot, most mennyivel több csúnyafogú ember lenne a világon. Jó, kicsit most ezt elvicceltem, de tényleg gondoljatok bele, hogyha ott én abba hagytam volna a YouTube-ozást, akkor nem inspiráltam volna azt az embert, meg azt az embert arra, hogy feltegyen egy fogszabályzót, vagy őt arra, hogy menjen el egyet futni, vagy téged, hogy építsd meg a Videskeleton Scale Farmot a Minecraftban. És basszus, most így belegondolva, ez kicsit lehet, hogy valakinek, aki nem ismeri az én személyiségemet, lehet, hogy úgy jön le, hogy én most fényezem magam, de rohadtul nem erről van szó, ezt szeretném, hogy tényleg mindenki megérteni, hogy én szerintem soha nem voltam olyan ember, aki dicsekedne bármivel. És úgy gondolom, hogy én az édesanyámtól és édesapámtól olyan neveltetést kaptam, hogy nem is dicsekedhetek semmilyen. Hogyha egy X5-ös, mit tudom én, BMW-n lenne, vagy lenne egy 105 négyzetméteres ház, amit Budán vagy bárhol, érted,
azzal is dicsekednem kéne. És amiket elmondtam, csak azért mondtam el, hogy tisztában legyetek azzal, hogy én hálás vagyok azért, hogy ennyien nézitek ezeket a videókat, és hogy ennyien itt vagytok még mindig, és hogy 7-8, valaki már több éve is itt van, aki egy éve van itt, vagy két hete, ne törődjen vele, annak is ugyanúgy örülök, de az, hogy velem együtt nőtt fel a közönségem egy része, ez nagyon durva. És hogyha majd ezt a gyerekeimnek fogom mesélni, nem fogják elhinni. Szerintem. Na de srácok, mielőtt még túlzásba viszem itt a lelkizést, tehát ez egy ilyen kis random whisky percek születésnapi videó lett volna, és nagyon remélem, hogy valamilyen szinten azért lekötött titeket, és valamilyen szinten tetszett nektek. Továbbra is nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt a rengeteg jót, amit adtok nekem, és én meg továbbra is igyekszem gyártani úgy a videókat, ahogy tudom, és önmagamat adni úgy, ahogy az eddigi években is önmagamat adtam. Találkozunk majd legközelebb is. Vigyázzatok magatokra, nem sokára vége lesz ennek az egész szarnak, ami itt van a világban. Reméljük. És akkor találkozunk még. Vigyázzatok magatokra. Szevasztok. Hány óra? 20 óra? Volt egyszer egy spanom, akit úgy hívtak, hogy Pista. Azt mondta nekem, hogy legyek már én is lakista. Azóta is elég sokszor cserélem a liberót, mert befosok, ha meglátom, hogy felkerült új videó. Lazán elveri a népet ez a gyerek fifába. A szomorú arcot ő varázsolhat vidámat. Húzzuk el az összes fekete felhőt. Ha tetszik, amit láttál, akkor nyomd be a csengőt. Yeah.